Az előző szezonban beugróként szerepelt, ebben az évadban viszont már teljesjogú részvevője az Európai Ifjúsági Kosárlabda Ligának a Nyíregyháza Blue Sharks 20-as csapata. A kék cápák ősszel a B csoport első tornáján Kolozsváron léptek pályára, és két olasz csapatot, egy finn együttest, valamint a Szolnokot legyőzve 100%-os teljesítménnyel zárták a nyitókört. A folytatás pénteken és szombaton lesz Szolnokon, ahol négy újabb ellenféllel mérik majd össze tudásukat a nyíregyházi fiatalok. Az első kör után megjött az étvágya a csapatnak, és szeretnénk tovább jutni a következő körbe, ami azért már egy kiemeltebb szereplést jelentene, de nem lesz könnyű feladatunk, hiszen az egész hétnek eléggé zsúfolt a programja, és azt hiszem, hogy nem a legideálisabb az, hogy pénteken és szombaton is két mérkőzést kell játszani, de ezt azért tesszük, mert ugye kedden hazai bajnoki mérkőzésen lép föl a Blue Sharks felnőtt csapata, ahol ugye a fiatalok is érdekeltek, illetve vasárnap a nagykörös gárdája fog majd érkezni Nyíregyházára. Tehát valamikor szombaton este 8 órakor fogjuk játszani az utolsó EBL mérkőzés Szolnokon, hazautazunk, és vasárnap jön a következő mérkőzés. De hát a srácok úgy is szerettek volna belekóstolni a nemzetközi kosárlabda világ életébe, és azt hiszem, hogy ez megfelelő ízelítő lesz a számukra. Mint Sitko Ernő elmondta, fontos, hogy minél több kosárlabda kultúra képviselői ellen játszanak a fiatalok. Az ismeretlen ellenfelek azonban azt is jelentik, hogy szükség esetén mérkőzés közben kell változtatni a csapatjátékán. Nagy kihívás, ez nem kérdés, viszont ez azt is feltételezi, hogy bizonyos alaptaktikai dolgokat meg kell tanulnunk, és jól kell végrehajtani. Alapvetően, hogyha figuráknak nevezzük ugye a felállt védelem elleni játékokat, ezek bizonyos mozgáselemekből vagy tevődnek össze, és igazából mindegyik ellen tanulunk védekezni, csak hát nem kérdés, hogy ezek az elemek milyen sorrendben követik egymást, de ha fölismerik a játékosok, akkor tudják ezt védeni, és hát ez egy picit talán segít abban, hogy minél gyorsabban és kreatívabban ismerjük föl, hogy éppen mivel állunk szemben. A nyíregyháziak pénteken a szintén hibátlan észt Kalia KK, valamint az 1-3-as mutatóval álló cseh BK Ostrava ellen lépnek pályára. Szombaton a még nyeretlen cseh BCM Prostajov és az új belépő szerb Mladoz Zemun lesz Fazekas Csabáik ellenfele.